Az idő nyerített akkor, azaz papagájosan kinyitotta a szárnyait. Írja Kassák Lajos. 25 év elszállt, mint fejünk felett a Nikkel szamovár, mondja Szurcsik József, aki már akkor világégést festett, amikor az még nem volt valóság. Negyed évszázaddal a Godó galéria megnyitása után, akkor és most is, szeptember közepén nyílt kiállítása Szurcsik Józsefnek. 1999-ben a kor látleletét, most teremtett valóságának lényegét állította ki. Hogy a kettő mennyire egyezik, az döntse el a befogadó. Számomra nagyon érdekes dolog, hogy az ember képzeletében, ha valóságra fókuszál, hogyan értékeli azokat a benyomásokat, impressziókat, akár tanul dolgokat, amik a világ felől ömlenek rá, és ezek az apró elemek hogyan építik a fantáziáját az embernek, akár az álmait, vagy az álmaiban megjelenő jelenségeket, hogyan módosítja az, ami körülöttünk zajlik, és van-e hatása az elképzelt világnak a realitásra. A Godó galéria 1999-ben egy másik helyszínen nyitott, éppen Szurcsik Józseffel, ezért jutott eszükbe, hogy az idén 50 éves életművet újra bemutassák. Azért lehet elmondani, hogy a befogadóknak nagy szüksége van, vagy nagyobb szüksége van, hogy növekvő igény van a művészetre, mert én 25 év távolatából látom azt, hogy most csak itt a Bartók Béla úton annyi kiállítóhely van, mint régen egész Budapesten volt. És azt, hogy ilyen sok kiállítóhely legyen, ez biztos, hogy amiatt van, mert van rá igény. Tehát van rá érdeklődés, imádnak az emberek képeket nézegetni, véleményt formálni róla, beszélgetni róla, fotózni őket, magukat egy kép előtt fotózni. Tehát érdekes most ez az egész dolog. Szurcsik József most főleg friss munkáiból válogatott, de vannak régebbi alkotások is, például a kiállítás címadó festménye, amely 14 évig készült. A mostani tárlat alkotói kérdéseinek eszenciája. Azok a félelmek és azok a belső tartalmak, amelyek az emberben dolgoznak, ezeket kivetítve képesek vagyunk-e megérteni egyáltalán a valóságot, képesek vagyunk-e megérteni a környezetünk problémáit, tudunk-e figyelni másokra, nem megfigyelni másokat, de tudunk-e figyelni másokra úgy, hogy tulajdonképpen, ha szükség van rá, akkor segítséget is tudjunk adni nekik. Tudunk-e a környezetünkkel úgy bánni, hogy olyan jövőt hagyjunk itt, vagy egy olyan világot hagyjunk itt a következő generációknak, ami még élhető lesz.